A fővárosban élők egyre gyakrabban vágynak a természetbe, ezt bizonyítja a környékbeli természeti értékek gyakoribb látogatottsága is. Egyre nehezebb szabad helyet találni a vadászházakban, menedék és kulcsos házakban Kőhegytől Budakeszéig. Ezt a tényt mérlegelve az idei esztendőben a korábbiaknál is jelentősebb fejlesztéseket tervez a Pilisi Parkerdő ZRT. Az ebben az évben 50. születésnapját ünneplő társaság alapító okiratában is olvasható, hogy kiemelten kezelje a közjóléti és turisztikai feladatokat, vagyis segítse az itt élők erdei rekreációját. Éves szinten mintegy 25 millió alkalommal látogatják itt a parkerdő erdeit, ez egy hatalmas nagy szám, ezen belül is kiemelkedik itt a főváros és térséke, Budapest és környékén erdeinek a látogatottsága. Ennek mentén idén 2019-ben a Pilisi Parkerdő számos fejlesztést indít útjára, többek között kilátók is fognak épülni. A Pilisi Parkerdő rendszeresen frissített honlapján az látható, hogy a 640 méter magasan álló kilátót alig másfél év alatt 60 ezren keresték fel. A fővároson belüli vagy könnyebben megközelíthető turista központokhoz ennél is többen érkeznek, ilyen például a Hűvösvölgyi Nagyrét, ahol ebben az évben teljes újjászületésnek lehetnek szemtanúi a természetkedvelői. A Hűvösvölgyi Nagyréten például futópályát fogunk létesíteni, hiszen rengetegen járnak ki ide reggel sportolási vagy akár este sportolási céllal. Emellett a környéken lévő iskolák számára is szeretnénk kedvezni, közettani tanösvényt fogunk itt létesíteni. Ezen kívül pedig szintén a testmozgást szolgálja az, hogy erdei fitness park elemeket fogunk telepíteni ide a Nagyrétre, valamint ugyanezt szolgálja ugye a fejlesztésünk a Magyar Kézilabda Szövetség, illetve a második kerületi önkormányzattal köröltve, hogy egy szabadtéri kézilabda pálya épülhet meg, például leromlott épületek helyén, mint egy megszüntetve a tájsebeket. A parkerdő munkatársai a legkisebbekre is gondoltak. Információink szerint a Hűvösvölgyi Nagyréten a kisgyerekek számára is kialakítanak egy környezetbarát játszóteret. Ugyancsak jelentős átalakulás kezdődik, pontosabban folytatódik az őshonos vagy betelepült állatokat bemutató vadrezervátumban is. A vadaspark fejlesztési terveiről annyi már kiderült, hogy idén egy hatalmas madárröbdét építenek, elkezdik az állapota miatt lezárt kilátó felújítását, illetve az elképzelések között egy olyan speciális lombkorona tanösvény is helyet kap, amelyen akár kerekes székesek is kalandozhatnak a fák tetején. Tudták, hogy Kárpátalján kétféle idő van? A magyar családok figyelik ugyan a kievi időt, de amikor tehetik, a budapesti szerint élnek, egy óra eltolódással. E tény is jól jellemzi a gondolkodásukat, a ragaszkodásukat a nemzethez. Az első kerület polgármestere beszélt erről a Városháza dísztermében, ahol a Magyar Kultúra napja előestéjén kárpátaljai estet rendeztek. A most különösen nehéz körülmények között élő kárpátaljai magyarokat a budavári önkormányzat is segíti. Most, amikor az ott helyben maradás talán a legfontosabb program, hogy nem elhagyni a szülőföldet, nem behódolni az előzetésnek, az asszimilációnak, akkor egy ösztöndíjat adományoz és alapít a budavári önkormányzat. Az egyesület vezetője szerint egy ilyen támogatás a közvetlen hatásán túl elindít egy újabb önsegítő folyamatot is. A háború kitörése után elkezdett jönni hozzánk a segítség. Ennek nagyon nagy jelentősége volt abban a helyzetben, amikor hirtelen egyharmadára zuhant a fizetések értéke, ami addig se volt túl magas. És akkor elkezdtek jönni ezek a segítségek, és az emberek azt érezték, hogy akkor bármilyen nehéz nekem is, én is akarok segíteni másnak. A kárpátaljai esten elhangzott feltáró és lelkesítő gondolatok után egy tájról származó világhírű népzenész és bandája varázsolta el a közönséget. Mi nekünk van egy megidézett Kárpátalja című műsorunk, amelyben rendszeresen lépünk fel kárpátaljai hagyományőrzőket. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy rendszeres visszatérője az együttesnek maguk a hagyományőrzők is. A budavári kárpátaljai est résztvevői a kulturális programokat követően spontán gyűjtést is szerveztek, hogy személyes adományokkal is segítsék az ott élő magyarokat.